Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója, akivel beszélgetünk a Kulturális Központ tavalyi és idei évéről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepessy Tibor, önkormányzati képviselő, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert a legutóbbi testületi ülésen ön is beszámolt a Dériné elmúlt évéről, a 2015-ös esztendőről. Mit lehet erről tudnunk, hogyan értékeli a tavalyi évet, és a képviselőtestület elfogadta a beszámolóját? Igen, elfogadta a beszámolót a képviselőtestület, hiszen azt gondolom, hogy maga a beszámoló, azon túl, hogy jogszabályi kötelezettség és előírás a képviselőtestületnek, mint fenntartónak beszámolni az elvégzett munkáról, azért nagy nyilvánosság előtt zajlott, hiszen minden olyan rendezvény, program, amely a Dérinében vagy a hozzátartozó intézményegységekben megrendezésre kerül, a nagy nyilvánosság előtt az ő bevonásukkal zajlik tulajdonképpen. Tehát ez egyfajta visszatekintés volt, én azt gondolom nem is annyira száraz tényeket kellett itt elsősorban leírnunk, hanem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amelyek mentén maga a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár struktúrája felépül. Én is arra törekedtem, hogy elsősorban ezek a gondolatok jelenjenek meg, ne elsősorban az a munka, hiszen az egy táblázatban összefoglalható, megjeleníthető, hogy milyen rendezvények voltak a városban januártól december 31-ig, és nem kevés volt, azt azért tegyük hozzá, hanem az, hogy mi van e mögött a munka mögött. Mi az intézményen belüli összefogás a szervezőkkel, a társrendezőkkel, a civil szervezetekkel és mindenkivel, akit ezekbe a rendezvények szervezésébe, előkészítésébe, levonyolításába be tudunk, és nyilván be is kell vonni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Tehát ezeket szerettem volna elsősorban megjeleníteni. És hát a köszönet mindazoknak, akik segítették a munkánkat, akik támogattak bennünket, a szponzoroknak, támogatóknak, hiszen nyilván nem valósulhattak volna meg ezek a rendezvények anyagi ráfordítások nélkül. És hát az a sok-sok visszajelzés elsősorban, és szerencsére pozitív visszajelzés, amelyeket a rendezvényeink kapcsán kaptunk. Most hát azért tegyük hozzá, jegyezzük meg, hogy voltak olyan kritikák és jogos észrevételek is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy picit átgondoljuk, akár a következő évet, akár olyan változások legyenek, amelyek előre viszik a rendezvényeinket. Hogyan értékeli, mennyire volt sikeres, ha lehet így kérdezni, a tavalyi évük? Én bízom benne, hogy mindenki úgy értékeli, ahogy én is, hiszen arra törekszünk, hogy a résztvevők, a ellátogatók, a város lakossága érezze jól magát. Én nagyon elégedett vagyok, és tényleg nagyon köszönöm azoknak a segítségét, akik ebben támogattak bennünket, a kollégáknak a hozzáállását, azt az óriási erőfeszítést, amely
az összefogásban tudatosult és mutatkozott meg elsősorban. A tavalyi év egyik legnagyobb eseménye, ha lehet eseménynek nevezni, az volt, vagy eredménye, hogy felújították a Kultúrpalota épületét. Ez befolyásolja az önök munkáját, visszajelzéseket, milyen visszajelzéseket kapnak, hogyan látja? Azt látom, hogy mindenki szívesen megy el a Dériné épülete előtt, nem csak azért, mert arra visz az útja naponta, hanem jó ránézni magára az épületre, valóban egy megszépült, maga az épület jellegéhez méltó, most már a külalakja is. Azt tegyük hozzá, hogy 1926-ban építették ezt az épületet, kezdték el építeni. 1927. januárjában adták át, tehát már most mi arra készülünk, zárójelben megjegyzem, hogy jövőre 90 éves az épület, és ezt méltóképpen meg kell ünnepelnünk. Szóval maga az épület az gyönyörű, impozáns, mindenképpen illik a városhoz, a kulturális életünkhöz, és én úgy látom, hogy szívesebben jönnek a látogatók egy szépen felújított épületbe. Bízom benne, hogy a belső terek is meg fognak újulni nem sokára. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ezekre vonatkozóan van-e tervük, pályázati lehetőségük, lehet erről tudnunk valamit? Természetesen amely felújítások rajtunk múlnak, azokat próbáljuk folyamatosan elvégezni, azok a belső festések, meszelések, pici átalakítások folyamatosan napirenden vannak. Egy nagy felújításnak várjuk a pályázatát, elképzeléseink megvannak. Tudjuk azt, hogy hogyan szeretnénk merre folytatni a belső felújításokat. Elsősorban azokra a felújításokra kell gondolni, amely nem is biztos, hogy látványában fog megjelenni, hanem a technikai, belső részek, tehát az energetikai megújítás, az elektromos hálózat, a fűtésrendszer, a hangtechnikának bizonyos részei, a színpadtechnika, amely talán azt tenné lehetővé, hogy a rendezvények színvonala növekedjen. Nyilván az esztétikai megjelenésre is adnunk kell, de úgy gondolom, hogy talán a székek kicserélésével, hogyha kényelmesebben lehet megnézni egy színpadi előadást, akkor nem biztos, hogy a mennyezet festésével foglalkoznának a hozzánk ellátogatók. Tehát az a célunk, hogy kényelmes legyen elsősorban, megfeleljen a 21. század feltételeinek, és hát természetesen azért esztétikailag is kielégítő legyen. Ha ezt időből be lehet határolni, akkor mikorra várható egy ilyen pályázat? Én bízom benne, hogy az uniós pályázatok lehetővé teszik azt, hogy viszonylag záros határidőn belül megtörténjenek ezek a felújítások. Ennek a felújításnak még lett egy úgymond koronája is évvégén. A közösségi oldalakon nap mint nap több fotót lehetett látni, hogy akár szelfiztek a kulturális központ előtt, akár fotózták a kulturális központot is, hiszen díszkivilágítás volt fölrakva az épületre. Ez egy új ötlet volt, vagy a városképbe illett bele? Hogyan gondolták ezt akkor? Én úgy láttam, hogy fototurizmus indult meg a városba, egy ilyen belső fototurizmus, hiszen a kandeláberekre fölhelyezett világítás, a városháza díszkivilágítása, a város karácsonyfájának az elhelyezése, és hát valljuk meg, hogy gyönyörű volt maga a fa is, földíszítve is csodálatos volt. Tehát ebbe a képbe illett a Dérinének is a karácsonyi díszkivilágítása, és valóban nagyon sokan járták az utcákat, fényképeztek, megálltak. Aztán, amikor leesett az első, akkor újra jártam mindenki ezeket a tereket. Igen, ez egy olyan koncepció, amelyet a város a jövőben szeretne folytatni. Lehet, hogy a Dérinének is még több díszkivilágítása lesz. Én úgy gondolom, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz nem csak a rendezvények, az adventi vasárnapok, hanem a hétköznapok is hozzátartoznak, ehhez pedig hozzátartozik a díszkivilágítás is. Ezen a testületi ülésen elfogadták a 2016-os munkatervüket, és így előreláthatólag milyen évük lesz? Zsúfolt. Hogyha a kollégák szempontjából nézem, akkor igen mozgalmas, és nagyon sok munkára
okot és időt szánó hétvégi rendezvények, hétközi rendezvények, de félretéve ezeket a gondolatokat, én azt gondolom, hogy valóban azok a rendezvények, amelyek az előző években is meghatározói voltak a településnek, újra megrendezésre kerülnek. Tehát gondolok itt a hagyományos nagy rendezvényeinkre, a Birkafőző Fesztiválra, az augusztus 20-ai rendezvényekre, vagy az adventi hétvégékre, ha már erről is beszéltünk. Illetve hát természetesen azok a hétközi rendezvények, amelyek nem kis rendezvények, tehát a nóta műsorok, a nemzeti ünnepeink, azok a meglepetés programok, amelyekkel készülünk, és erről nem szeretnék még beszélni, hiszen formálódnak. De úgy gondolom, hogy a könyvtári rendezvényeink, az író-olvasó találkozók, a színházi estek, és mind-mind olyan program, amely bízom benne, hogy minden korosztálynak kielégíti az igényeit, és ugyanúgy meghatározói lesznek ennek az évnek. Ha már a nagy rendezvényekről beszélünk, ugye már március van, hol tartanak a birkafőző szervezésével? Ez ugye mindenkit minden évben nagyon érdekel. A Birkafőző Fesztivállal szerintem időarányosan jól állunk. A fellépőink megvannak, folyamatos a szerződéskötés velük, úgyhogy ezt majd a későbbiekben ki fogjuk elemezni, én azt gondolom még néhányszor. Szórólapjaink elkészültek, a büfésekkel, azokkal a meghatározó, a rendezvény szempontjából meghatározó elemekkel fölvettük a kapcsolatot, folyamatos az egyeztetés, a szerződéskötés, készül a honlap, úgyhogy én azt gondolom, hogy időben készen állunk arra, hogy egy újabb hatalmas rendezvényt szervezhessünk. Tehát akkor fellépők tekintetében még részleteket most nem árul el. Én úgy gondolom, hogy a jövő héten már nyilvános lesz, hiszen részt fog venni a település Karcag az utazás kiállításon március elején. Erre az időpontra elkészülnek azok a szórólapok, amelynek feltétele az, hogy a mögötte lévő szerződések meglegyenek, tehát csak azt az együttes nevet, fellépőt tegyük a szórólapra, akikkel már aláírt szerződésünk van, hiszen nem szeretnénk mindenféle találgatásokba esni a későbbiekben. Úgyhogy azt gondolom, hogy a héten ez mind meg lesz, és mondjuk március végén már bátran beszélhetünk arról, hogy kiket várunk majd Karcagra. Említette az utazás kiállítást, hogyan készül a város? Ugye, ha jól tudom, akkor önök is a kulturális központtal is mennek az utazás kiállításra. Természetesen, hiszen akkor a turisztikai információ adathalmazt tartalmaz egy ilyen utazás kiállítás, amelyet úgy gondolom, hogy meg kell fognunk és meg kell jelennünk mindenképpen. Tavaly évben ez ugyan kimaradt, de idén valóban nagy apparátussal készülünk a jelenlétre. Március 4-én az Alföld Szíve Turisztikai Egyesület tagjaként fogunk részt venni. Érdekessége a március 4-ének a mi szempontunkból több aspektusból is, hiszen a március 4-ei péntek délelőttje az még szakmai nap, de délután már a nagy közönség számára is megnyit az utazás kiállítás. Tehát elsők között tudunk ott lenni a nagy közönség számára. Kóstolóval készülünk, Birka Pörköltel, Ferdinánddal, de meg tudjuk jeleníteni azokat a kézműves élelmiszereket is, amelyek jelen vannak a településünkön. Tehát viszünk magunkkal házi szörpöt, kecskesajtot, mézet, ezeket is lehet kóstolni. És hát érdekessége az utazás kiállításnak, hogy a Bringa Expo-val együtt kerül megrendezésre a Hung Expo területén, ahol várhatóan egy országos sajtótájékoztató keretében jelentik be, hogy Karcag ismét a Tour de Hungary egyik állomása lesz, amely azt gondolom, hogy óriási megtiszteltetés számunkra. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárnak több egysége van. Mely szervezeti egységek tartoznak most önökhöz? Igen, valóban több egységből áll az épület. Ugye a központ a Dériné Kulturális Központ, az Ifjúsági Ház, a Csokonai Könyvtárral együtt, ugye az intézmény része, a Városi Sportcsarnok és az ott zajló rendezvényeknek a koordinálása, valamint a Ligetúti Sportpálya, amely igencsak meghatározója a karcagi sportéletnek. És ugye oda tartozik még a látogatóközpont is önökhöz. Azért kérdeztem ezt, mert ugye például a látogatóközpont az mindig időszakosan van nyitva. Hogy tervezik a nyitást, erről lehet-e valamit tudni? Állandó nyitvatartással lesznek-e bejelentkezés alapján?
Igen, a látogató központ ugye közel van a Dérinél kulturális központhoz, én mint egy egységként tekintek rá, bár nyilván teljesen más funkciója van magának az épületnek. Jelenleg a kiállítás látható benne elsősorban. A téli időszakban csoportokat fogadunk bejelentkezéssel. Május 1-től nyílik maga a látogatóközpont, folyamatosan látogatható. Előzetes bejelentkezéssel is, de akár azonnal, hogyha a kulturális központba bejön egy látogató, akkor természetesen átkísérjük az épületbe. Folytatni szeretnénk azokat a rendezvényeket, amelyek ott kerültek megrendezésre. Gondolok itt a termelői piacra. Valószínű, hogy május elejétől, amikor ugye a majális, hagyományos majálisunk, bár most más helyszínen kerül majd megrendezésre, de erről még lehet, hogy beszélünk akkor. Utána folyamatosan két hetente visszaáll természetesen a termelői piac. Nagyon sokan keresik a helyi termékeket, és hát ugye a birkapörkölt illata már önmagában is vonzza az érdeklődőket. De én azt gondolom, hogy lesznek még olyan rendezvények, amelyek a látogatóközpontban kerülnek megrendezésre. Nem csak a házi pálinka verseny, a disznóvágás, hanem még a nyári programok között is találunk majd olyat. Akkor most beszéljünk, ha már megemlítette a május 1-ét a közeljövő programjairól. Itt mondjuk március, április, májusra gondolván ugye jövő héten is lesz egy rendezvény, illetve egy nagyobb rendezvény, illetve május 1-én utána lesz a gyereknap, melyek azok, amiket kiemelne ezek közül a rendezvények közül. Folyamatosan hirdettük már a tavaszi rendezvényeinket, aki a Dériné épülete, vagy a sportcsarnok épületénél jár a Nagy Molinón, a fontosabb rendezvényeinket természetesen időben megjelenítettük, tehát mindenki tud ezekre készülni. Néhány már le is zajlott, ugye a nagy sikerű színházi rendezvényünk, ahol teltházzal, óriási sikerrel ment le a darab. Természetesen a márciusi ünnep, vagy a nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából én azt gondolom, hogy méltó ünnepet próbálunk rendezni. Ennek egy bevezető része lesz március 11-én egy zenés ünnepi műsor a Dériné Kulturális Központban, de folytatódik a sor, amit mondtam is, hogy minden korosztály és minden kulturális részt szeretnénk kielégíteni, tehát a nőnapi nóta műsor, utána pedig a majális, amelyet az előbb már említettem, ugye nem a hagyományos helyszínén, tehát nem a kinti lógerpályán kerül majd megrendezésre, hanem bent a városháza előtti téren, tehát egy ilyen belső nagy majálisra készülünk, színpadi produkcióval, kirakodó vásárral, kézműves foglalkozásokkal. De hogy a kunhagyományok napja sem maradjon el, ennek egy kisebb része a múzeumparkban kerül majd megrendezésre a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület részvételével, bemutatásában. Tehát egy másfajta helyszínen, de hasonló, és hát remélem, hogy létszámában egy sokkal nagyobb majálist tudunk majd rendezni a megújult városház előtt, a megújult városközpontban. És hát természetesen utána jönnek a májusi rendezvények, a gyereknapi programok, vagy említhetném előtte a húsvéti gyermekprogramokat, a játszóházat, hogy a tavaszi szünet is ki legyen használva és eredményesen teljen a gyerekeknek, úgyhogy bőven lesz a tavasszal is program. Gyereknapot hová tervezik? Ugye az utóbbi években össze volt kötve a családi nap és gyermeknap kint a sportpályán. Ezen nem szeretnénk változtatni, hiszen maga a helyszín az egy nagyon jó helyszín, egy zárt, zöld, mindenki számára elérhető, több szempontból is, hiszen játszani tudnak a gyerekek, a szülőkkel közösen tudnak programokat szervezni. A szülői labdarúgó tornának remélem, hogy marad a nagy érdeklődése. Szeretnénk egy újfajta sportversenyt is, ahol nem csak a szülők, hanem a szülőkkel közösen a gyerekek is részt tudnak venni. Ennek a kidolgozása folyamatban van. De ezen a napon kerül megrendezésre a diák birka főzőverseny is kint a ligeti sporttelepen. Tehát azt gondolom, hogy a megszokott helyén, a megszokott rendben talán pici módosításokkal kerül majd megrendezésre május végén a gyermeknap. Kíváncsian várjuk majd a következő programokat. Még nagyon fontos arról beszélnünk, hogy megjelent a karcagi kalendárium. Mit kell tudnunk erről a kiadványról, mikor jelent meg, kiknek ajánlják?
Hát a szokásos kalendáriumról van szó. Én úgy gondolom, hogy a megszokott kalendáriumi rendbe illeszkedik az idén megjelent kalendárium is. Egy picit később, mint ahogy megszokhattuk. De az óriási érdeklődés, amely kísérte a kalendárium megjelenését, én azt gondolom, hogy vagy legalábbis bízom benne, hogy minden példánya el fog fogyni, és minden példánya gazdára talál, olvasó gazdára talál. Hogy kinek ajánlom? Mindenkinek, azt gondolom, hiszen a legkisebbektől az óvodások bemutatkozásától a legidősebb korosztályig mindenki talál benne olyan olvasnivalót, amely kedvére való. Hol lehet megvásárolni ezt a kiadványt? Intézményünkben lehet, két helyszínen, a Csokonai Könyvtárban, illetve a Dériné Kulturális Központban is kapható a kalendárium. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres, jó évet kívánunk önöknek, és visszavárjuk majd egy következő interjúra, ahol el fogja mondani, hogy ki kép meg fel a Birkafőző Fesztiválon. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt volt. Is. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Csokonai Könyvtárban. Fülöp Ilonával beszélgetünk arról, hogy milyen új könyvekkel gyarapodott a könyvtár. Honnan kaptak könyveket, és milyen jellegű könyvek érkeztek? Szeretettel köszöntöm én is a Karcag TV nézőit. Két helyről is kaptunk támogatást. Egyik a Márai program, amit már 5. éve kapunk. Ez most az idén 300 000 forint értékű könyvbeszerzési állománykeretet eredményezett. A másik pedig az érdekeltség növelő támogatás, amit 934 951 forintot kapott a könyvtár. Ebből az érdekeltség növelő támogatásból nem az egészet költöttük állománygyarapításra, könyvbeszerzésre, hanem tavalyi év folyamán elromlott a szervergépünk, és ez a támogatás lehetőséget adott arra, hogy a megnyert támogatás egyharmadából pótoljuk ezt a elromlott szervergépet, és ez megtörtént. Ezek a könyvek akkor már be is vannak leltározva, lehet őket kölcsönözni. Milyen jellegűek ezek a könyvek, és körülbelül ez akkor 200 körül hány száz darab könyvről van szó? Hát a Márai programban olyan 120 darab kötetet sikerült kiválogatni, az érdekeltségnövelő támogatásból pedig olyan 300 kötet. Ez vegyesen gyermekkönyvek, ifjúsági könyvek, regények, novellák, szakkönyvek és helyismereti könyveket sikerült beszerezni. Gondolom, hogy ebben azért vannak sikerkönyvek is, amelyeket azért nagyon sűrűn keresnek, de akkor, aki esetleg érettségi tételhez szeretne szakkönyvhöz jutni, tehát vannak kölcsönözhető könyvek és kézikönyvek is ezek között? Így van, a szakdolgozatokhoz és dolgozatokhoz is készültünk szakkönyvekkel, van olyan, amelyik kölcsönözhető példányban, de van olyan, amelyik csak helyben használatra van. Mit tapasztal egyébként, hogy a gyermekek mennyire visznek mesét, vagy inkább csak a kötelező olvasmányokat keresik, tehát mennyire jellemző a mesés könyvek kölcsönzése? Felnőtteknél meg esetleg mondjuk verses kötetet mennyire keresnek? Hát a gyerekeknél most úgy tűnik, hogy egyre jellemzőbb, hogy mesekönyveket visznek. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a György Fisán Katolikus Általános Iskolában, hamarosan egy eredményhirdetés kezdődik. Mi is ezt pontosan a Lokovács Miklós igazgatóasszonyt kérdezzük. Szilaj pásztorok előtt állunk, tehát a helytörténet napjához érkeztünk el. Milyen pályázatot írtak ki idén?
Az idén, mivel az iskolán 2015. szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye fenntartásába került, és Györf István Katolikus Általános Iskola lett a nevünk, úgy gondoltuk, hogy egyháztörténettel, vallástörténettel töltjük meg az idei évben a helytörténeti pályázatunkat. Ennek megfelelően a három téma a következő. Az első téma az egyházi épületek Karcagon, itt különösen a katolikus és a református épületekre gondoltunk. A második témakor az jeles egyházi személyiségek az egyházközségekben. A harmadik témánk pedig jeles napok az egyház életében. Gondolom, hogy a városiskoláimból is érkeztek pályázatok. Milyen jellegű? Tehát miből volt a legtöbb? Mit kutattak főleg jobban a diákok? Hát nem gondoltuk, hogy ennyire nehéz témák elé kerülnek a gyerekek, bár magyarázat erre, hogy nem volt még gyakorlatunk ezen a téren. A legtöbb pályázat az egyházi épületekből érkezett, tehát a katolikus templomnak, a református templomnak a történetét dolgozták fel nagyon sokan a pályázó gyerekek közül. Hány pályázat érkezett? Az idén 20 pályázat érkezett hozzánk, 22 tanuló írta. Kik voltak a zsűri tagjai, hiszen azért nem volt egyszerű, gondolom értékelni ezeket a pályázatokat, kik segítettek? Az idei évben a szakmai zsűrinek a tagjai dr. Kasuba Jánosné, aki iskolánk nyugdíjas pedagógusa, és ő volt tulajdonképpen ennek a helytörténeti pályázatnak az elindítója is, illetve másik nyugdíjas kolléganőnk, történelem szakos, Rapi Lajosné. Itt már mindenki izgalommal várja a kezdést, hiszen hamarosan kezdődik az eredményhirdetés. Megvan-e már a jövő évi pályázat terve, hiszen azért gondolom, hogy most átértékelték a dolgokat, hogy egy picit új dolgot vezettek be, ezt jobban elő kell akkor egy picit készíteni. Lesz-e valami hasonló, vagy inkább visszamegyünk a régebbi megszokott, a többi iskolától megszokott pályázathoz? Nem fogunk visszamenni, tehát ragaszkodunk az újításhoz, és ennek megfelelően tovább gondolva ezeket a témaköröket, egy kicsit leszűkítve fogjuk a következő évben a gyerekek elé tárni, és bízunk benne, hogy több gyermek fog hozzá kapcsolódni, és sokkal bővebben tudnak majd utána kutatni. Nyilván ehhez nekünk is tanulni kell, és meg kell keresnünk azokat a forrásokat, amelyekből a gyerekek dolgozni tudnak. Akkor reméljük, hogy sikeres lesz a jövő évi pályázat is, és hát a Györfi heteknek a hátralévő programjához pedig sok-sok érdeklődőt kívánok. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a lehetőséget. Szantmár Jánossal beszélgetünk, hiszen a Séfecsék most egy kis különleges édességet készítettek, és egy különleges kenyér is készült a mai alkalomra. Először beszéljünk egy picit az édességről. Mi is volt ez? Hát először is egy farsang alkalmából a szalagos fánk, a hagyományos fánk, a lekváros fánk az a hagyomány. És mivel, hogy majdnem minden családban vagy üzletben ilyenkor csak ezeket a fánkokat lehet kapni, és akkor egy olyan fánkot készítettünk, amit lényegében a gyerekek előre elnevezték, mert beszéltünk róla, ceruza fánknak, és akkor ez víz, liszt, olaj, só, cukor van benne, és nincs benne tojás, meg egyéb, meg nem kell keleszteni, szóval kézi munkát nem kell vele elkészíteni. És beletettük egy habzsákba, és akkor forró olajba ezt beletettük, és akkor mikor ezt ott kisült, utána pedig egy cukros fahéjba megforgattuk, és akkor csináltunk egy kis kakaós csokis mártást, és akkor abban mártogatták be a gyerekek, és így fogyasztották el. És ez lett a farsangi fánk, ami a ceruza farsangi fánk lett a neve. És akkor beszéljünk egy kicsit arról a szendvicsről, amit azért még volt, aki együtt a kettőt, volt, aki külön-külön fogyasztotta, de azon is egy különlegességként próbáltak egy kis ötletességet fölvinni a sonkával és a paprikával, viszont maga a kenyér volt egy számunkra is eddig még ismeretlen ízesítésű kenyér. Miből készült ez? Maga a kenyér az egy hagyományos kenyér, csak egy 20%-os szöllőmaglisztet tettünk bele, ami nagy C-vitamin tartalommal, sok antioxidáns, sokkal van tele, meg nyomelemekkel, és lényegében egy szép vörös szöllő mag színű kenyér jött létre,
amit meg is lehet nézni, bemutatni, és akkor a gyerekek erre szép hófehér vajat tettek, és akkor sonkát szeleteltünk rá, egy kis piros kalifornia paprikát, és akkor lett egy különleges szendvics. Itt volt, akinek ízlet volt, akinek nem, tehát megosztottak a vélemények, de mint különlegességként mindenki megkóstolta. Hát igen, már felnőttekkel is többször megkóstoltam, eddig még mindenkinek tetszett. Most megpróbálunk majd kukoricából is hasonlót készíteni. Most elkészült egy hosszantartó kutatás után egy különleges kukoricaliszt, és a legközelebb pedig azt fogjuk bemutatni. Akkor reméljük, hogy ezt is meg fogjuk kóstolni, viszont erről a szőlőmagról egy picit beszéljünk, tehát hogy kell ezt elképzelni, ezt nem itt sajtolta, hanem ezt úgy tudom, hogy egy másik intézménytől kapta, és itt kipróbálásra hozták elő ennek ezt. Igen, egy magániskolának van egy olyan csodálatos telephelye, ahol a szőlőmagból kipréselik az olajat. És ott a kipréselt szőlőmagból egy alapanyag jön létre, és abból az alapanyagból azt mondtam, hogy csináljunk egy kis lisztet. És akkor azt a péküzembe megszárítottuk, utána azt leőröltük, mivel hogy ez nagyon kemény, megőröltük, és akkor ebből lett egy finom puha liszt, lényegében egy 80-as lisztnek megfelelő, úgynevezett a BL80-as lisztnek megfelelő liszt készült, és akkor 20%-ot tettünk a hagyományos liszthez, meg 15%-ot tettünk a teljes kiöllésű liszthez, és akkor így alakult ki, meg kovásszal készült, és akkor így alakult ki ez a szőlőmag lisztes kenyér, amit mint érdekességként is lehet próbálni, akár ki, hogyha felkeres, szívesen bemutatom nekik. Reméljük, hogy akkor még több ilyen különlegességről is be fogunk számolni, akkor várjuk a márciusi séfecskei foglalkozást, ahol ismét különlegességeket fogunk kóstolni, és hát bemutatni. Igen, hát megpróbáljuk, és nagyon köszönöm. Mi is köszönjük. Karcagon nagy hagyománya van az asztali tenisznek, több százan űzik ezt a sportot. Február 28-án rendezték meg a Nagy Jenő asztali tenisz emlékversenyt. Ők voltak azok, akik 1950-es évek elején egy szenzációs asztali tenisz életet varázsoltak Karcagra. Ebben az időszakban NB3-as férfi, NB2-es női csapat volt, és olyan játékosok nevelkedtek a karcagi asztali teniszben, mint Horváth Zoli, aki később válogatott kerettag lett, Sidó Nóra, aki a Cseperben az NB1-ben egy kiváló játékos. Az utánpótlás is nagyon jó színvonalú, számtalan első osztályú versenyző került ki a karcagi szakosztályból, országos serdülő bajnokok, országos serdülő helyezettek is vannak közöttük. 7-8 éve pingpongozok, amikor márciusos voltam, akkor kezdtem el. A tanárnőm mondta, hogy a fia pingpongozik, és így kedvet kaptam én is hozzá. Tetszik benne, hogy mozogni kell, sokat kell gyakorolni, meg maga a játékmenet is tetszik. A mérkőzések szünetében a tapasztalt edzők adják az instrukciókat legjobb versenyzőiknek. Nem kell megindítani, vissza kell tenni nyertve. Ha hosszabb, akkor pedig le egy picit hátralépsz és megpörgeted. Tehát úgy ott van, ezt a taktikát folytasd, jó? És akkor nem lesz semmi gond, gyerünk. Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők a nagy hírű kétnapos karcagi megmérettetésre. Asztalhoz álltak például a Jászberényi Pingpong suli növendékei is. Többen a szülei hatására kezdtek asztali teniszezni. Kellett egy kötelező sport, és anyukám azt mondta, hogy milyen lenne a pingpong, és nekem nagyon megtetszett, és ezért elkezdtem. Elég jó tudok pingpongozni, és még jól is megy. Nem vagyok azért a legjobb, de azért le tudok venni néhány embert.
A szülők végig szurkolják a versenyeket, és az eredményektől függetlenül elégedettek gyermekeik teljesítményével. Vannak szülők, akik korábban maguk is ifjúsági versenyzők voltak. Én csak megyei szinten játszottam, inkább így a buli kedvéért és a barátok kedvéért. Egy 2 éve kezdtem újra picit komolyabban foglalkozni vele, de itt már inkább a fiamról szól a dolog. Megpörgetem, aztán beütöm. Jó? Nem az eredmény számít, hogyan játszom. Jó? Ez egy folyamat. Most tanulom. Jó? A szülők fontosnak tartják, hogy a versenyeket kielemezzék, ezért a közeljövőben kamerát szeretnének majd vásárolni, aminek a segítségével visszanézhetik gyermekeik mérkőzéseit. A versenyen lányok is megmérették magukat a különböző korcsoportokban, többen közülük már a karcagi emlékversenyeken is jó helyezéseket értek el az elmúlt évek során. Itt már Karcagon voltam első helyezett is, de második és harmadik és mindenfajta van. Az eredmények mögött kemény munka és feszített edzéstempó áll. Általában heti 2 vagy 3 edzés, de múlt héten 4-szer is voltam. Vannak versenyzők, akiknek az édesapjuk az edzője, ilyenkor nehéz a szülői szerepet az edzői munkától különválasztani. Nagyon nehéz egy apának edzőként is a gyerekét bármire is megtanítani. Eddig most 15 éves lesz júniusban, semmilyen dologra nem tudtam újra megtanítani, mert egyébként mások igen könnyen. Az asztalitani sportág lett az, amit nekem kell bevállalnom apaként és edzőként is. Nem egyszerű a dolog, ezt mindenki, aki ilyen helyzetbe került, tudja. De én úgy gondolom, hogy ezeket a harcokat meg kell vívni ahhoz, hogy jó sportról lehessen belőle, és nem szabad hagyni, hogy a gyerek talán egy kicsit a fejére nőjön az apjának, vagy akár az edzőjének. Én azt gondolom, ez a minimum ebben a sportágban, egy pici alázat, nagyon sok szorgalom, kitartás. Ő már 6 éve edz velem tulajdonképpen, és azt tudom erre mondani, hogy az első, az a felvétel, amin elkezdett asztalítani szerezni, ez nekem megvan. És ha ott valaki odajön hozzám is azt mondja, hogy ez a gyerek 3-szor lesz országos diákolimpián egyénibe és 3-szor csapatba, akkor azt mondom neki, picit várjunk ezzel, mert ez úgy számomra hihetetlen. Azt tudom erre mondani, hogy ahonnan indult ez a gyerek, most február 12-én, 13-én, 14-én országos diákolimpia volt, és csapatban megnyerte a kis társával. Nem csak a szülőknek nehéz az edzői szerep, hanem a gyermekeknek is hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy a szülő edzőként is irányítja őket. 6 éve üzem ezt a sportágot. Ugye apukám elkezdte a Széchenyi Körúti Általános Iskolában, Szolnokon, ezt az edzői pályát. Ugye nekem ő az apukám, és rendkívül fura, hogy így alakult, de részben nagyon jó, mert rengeteget segít, tehát neki köszönhetem, hogy eddig elértem. Az apai edzői irányítás meghozta eredményét. Rengeteg eredményem van, rengeteg érmem van otthon a vitrénben, ugye apának rengeteg kupája van, most már nekem is gyűlik, azért 10 darab kupám már összejött, így a 6 év alatt. A legnagyobb elért eredményem eddig az országos, második hely egyéniben. A sportágat a városban folyamatosan fejlesztik, pályázatokon vesznek részt, újabb és újabb technikai felszereléseket vásárolnak, melyek hozzájárulnak a jobbnál jobb eredményekhez. A Sport legyen a tiéd pályázat keretében, tavaly pályázatra tavaly neveztük, és a pályázat keretében egy nagyon szép sportfelszerelést mehetünk el. 5 asztali tenisz asztalt hálóval, adogatógépet, 30 darab ütőt és 1500 edzőlabdát. Ez egy olyan tekintélyes mennyiség, hogy ezt évek alatt nem tudtuk volna mi megszerezni. Ezek az eszközök is hozzájárultak a vasárnapi verseny sikeres lebonyolításához, hiszen az Egyesület önerőből nem tudta volna beszerezni őket. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség 2016. február 24-én közös sajtótájékoztatón számolt be egy nagyszámú szervezetten működő bűnszövetség felszámolásáról. A nyomozás egy prémium kategóriás külföldről kölcsönzött gépkocsi ellopásáról szóló bejelentéssel kezdődött, azonban a karcagi nyomozók rövid időn belül megállapították, hogy a bejelentés valótlan, és az ügy hátterében csalások
sorozata húzódik meg. A nagy horderejű bűncselekmény láncolat megszakítása, felderítése és bizonyítása érdekében nyomozó csoport alakult a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányságon. Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya 2015. december 19-én fejezett be egy közel két évig tartó nyomozást. A nyomozás során hatóságunk részben magyar, részben román állampolgárokból álló elkövetői csoportok 8 európai ország gépjármű kölcsönző társaságait megkárosító tevékenységét tárta fel. A rendelkezésre álló adatok szerint az ügyleteket szervező személyek alkalmi, anyagilag rászoruló személyek bevonásával, akiknek anyagi ellenszolgáltatást ígértek, külföldi kölcsönző társaságoktól úgy béreltek ki nagy és többségében jelentős értékű gépjárműveket, hogy azokat a kölcsönző társaságokhoz visszavinni nem kívánták, valós céljuk a gépjárművek eltulajdonítása, későbbi értékesítése volt. A kölcsönzések végrehajtása után a gépjárműveket a kölcsönző személyek Magyarországra szállítást követően az ügyleteket szervezők részére átadták, majd több esetben bűncselekményük leplezése érdekében valótlan tartalmú feljelentéseket is tettek különböző rendőri szerveknél a gépjárművek ismeretlen személyek általi eltulajdonításáról. 96 darab kölcsönügyletet tárt fel hatóságunk, melyek mögött a valós cél a gépjárművek eltulajdonítása volt. Ezeket az ügyleteket 4 elkövetői csoport tevékenységéhez lehetett kötni. Az általuk okozott kár, melyet szakértői vélemények is alátámasztanak, megközelíti az 1 milliárd forintot, egész pontosan 984 millió forint volt. Az ügyben bűnszövetségben üzletszerűen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények elkövetését állapítottuk meg, és 101 fő büntetőjogi felelősségére merült feladat. Hatóságunk a bűnügy iratait, ami megközelítőleg 27.500 oldalas lett, plusz mellékletét vádemelési javaslattal küldte meg 2016. január hónapban a karcagi járási ügyészség részére. Nyomozásunkról tájékoztatnám önöket pár mondatban. 2013. december 22-én B. József kunegyesi lakos a helyi rendőrösön gépjárműlopásról tett feljelentést. A feljelentésében elmondta, hogy fegyvernek Kunhegyes közötti útszakaszon rövid időre őrizetlenül hagyta az által a külföldön Ausztriában kibérelt kb. 12 millió forint értékű gépjárművet, amit ismeretlen személy eközben eltulajdonított. Az elsődleges intézkedéseket fogalmazó karcagi rendőrkapitányság a feljelentő személyi körülményeinek, anyagi helyzetének és az előadott történetének ismeretében már a feljelentés megtételekor kételkedve fogadta a feljelentő történetét a bérelt gépjármű eltulajdonításáról, ami miatt B. József többszöri részletekre kitérő kihallgatásáról intézkedett. A feljelentő látva, hogy az általa előadott történetet a rendőrség továbbiakban is kétségekkel fogadja, úgy döntött, hogy megváltoztatja vallomását, és ezúttal valójában megtörténteket adja elő hatóságunk részére. Ennek során elmondta, hogy egy elkövetői csoport tagja kereste fel anyagi ellenszolgáltatás ígért részére, ha az általuk biztosított anyagi eszközökkel, tolmáccsal, saját nevére, de valójában az ő részükre külföldön gépjárművet bérel ki, majd Magyarország a szállítást követően átad. Ezek után pedig megállapodásuk befejező részeként bűncselekményük leplezése érdekében valótlan tartalmú feljelentés megtételéről intézkedik a kibérelt gépjármű ismeretlen személy általi eltulajdonításáról. 450.000 forintot ígértek neki, melyet miután a megállapodásban foglaltakat végrehajtotta, meg is kapott. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság az ügy összetettségére, minősítésére figyelemmel az eljárást magához vonta, és a nyomozás mielőbbi elvégzése érdekében nyomozó csoportot hozott létre. A nyomozás kezdetben két vonalon indult el, egyrészt B. József ügyletéhez kapcsolódó további elkövetők kilétének megállapítására, másrészt a hasonló gépjármű kölcsönzési ügyletek feltárására. B. József ausztriai kölcsönzése ügyében felvettük a kapcsolatot az ausztriai Linzi rendőrhatóságokkal is, ahol B. József kölcsönzése kapcsán a kölcsönző társaság feljelentése alapján folyt már nyomozás.
Az osztrák társhatóságok kezdettől fogva segítően közreműködtek nyomozásunkban, hiszen látták ők is, hogy ügylettek mögött álló elkövetői kör magyar állampolgárságú személyekből áll, akiket hatóságunk már azonosított. A nyomozócsoport összehangolt munkájának köszönhetően B. József ügyletéhez kapcsolódó további 5 fő elkövető kilétének megállapítására is sor került 2 héten belül. Vonatkozásukban elvégzett gyanúsított kihallgatások során pedig adatok is felmerültek arra, hogy az azonosított személyekből álló elkövetői csoport B. József ügyletéhez hasonló további bűncselekmények elkövetésében is részt vett. Az említett Lindsay, valamint a későbbiekben szintén hasonló módon külföldi eljáró hatóságként felmerülő müncheni rendőri szervek egyeztetésünkre és a kölcsönző társaságokkal, további külföldi rendőri szervekkel való kapcsolatuk révén magyar nemzetközi bűnügyi együttműködési központokon keresztül folyamatos adatokat bocsátottak hatóságunk rendelkezésére a vizsgált kölcsönügyletekkel kapcsolatosan. Osztályon körülbelül 120 különböző kölcsönügyletről szerzett tudomást, ami 2012 és 2014 év között történtek, melyekben magyar és román állampolgárságú személyek voltak a kölcsönzők, és a kölcsönzött gépjárműek visszaszolgáltatására nem került sor. Kezdetben a gépjármű kölcsönzéseket végrehajtó személyekről nem állt rendelkezésre túl sok bűncselekmény elkövetésére utaló adat, ezért hatóságunk a kölcsönző személyek személyi jövedelmi körülményére adatok beszerzéséről intézkedett. Ennek során olyan körülményeket tapasztalt jelentős számú személy esetében, amik miatt a külföldi gépjármű kölcsönzések végrehajtása indokolatlan volt. Például a kölcsönző személyek egy része hajléktalan életmódban élő volt, illetve jelentős számban olyan személyek is voltak a kölcsönzők között, akik rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztek. Ezen felül azt is megállapítottuk, hogy a kölcsönzésekhez használt bankszámlát a kölcsönző személyek közvetlenül a kölcsönzés előtt nyitották csak, és csak a kölcsönzéshez kapcsolódó pénzmozgás volt látható a bankszámla forgalmi adataikban. Az is látható volt még a kölcsönzések adataiban, hogy olyan telefonszámokat adtak meg a kölcsönzések során, melyeket valójában ők nem használtak. Beszerzett adatok kellő alapot adtak hatóságunknak arra, hogy további vizsgálatot folytasson le ezen kölcsönzések ügyletében. A kölcsönző személyek kihallgatásainak eredményeképpen és a beszerezhető kölcsönzőkből rendelkezés álló biztonsági kamerafelvételekből megállapításra került, hogy egy-egy kölcsönügylet végrehajtásában több személy is érintett volt. Egyesek szervezőként, ügyletet finanszírozóként, mások segítőként, kölcsönzés során tolmácsolásban közreműködéként merültek fel. Láthatóvá vált ezáltal, hogy az egyes ügyleteket rendszeresen elkövetői csoportok szervezik, hajtják végre, akik tagjainak azonosítása nem volt egyszerű feladat, mert a kölcsönzést vállaló személyeknek nem a saját nevüket adták meg, illetve az ügyletek során mindig más és más telefonszámot használtak, mely által ugye kilétük megállapítása nehézkes volt. Egy komoly, jelentős elemző értékelő munka eredménye volt, hogy mégis eredménnyel jártunk az azonosításokban, és a végül azonosított személyeket a kölcsönző személyek közreműködésével, fényképről, felismerés bemutatásával tudtuk azonosítani. Említést tennék még röviden egy másik elkövetési módszerről, melyeknek célja szintén a gépjármű kölcsönzéssel való gépjárműek eltulajdonítása volt. Itt a kölcsönügyleteket szervezők, gépjárművérlést vállaló személyek azonosításának megnehezítése érdekében hamis személyi okmányokat használtak fel. A hamis személyi okmányok készítéséhez létező személyek adatait, okmányszámait használták fel, valamint a kölcsönzést vállaló személy fényképét. A személyi és okmány adataikat átadó személyek bankszámlájukat is rendelkezésre bocsátották a kölcsönügyletekhez, amiért szintén anyagi ellenszolgáltatásban részesültek az ügyleteket szervezőktől. Ezekben az esetekben a kölcsönzést vállaló személyeket, akik ugye a hamis személyi okmányokkal bonyolították le a kölcsönzéseket, kilétüket szintén egy összetett feladat volt megállapítani. Hatóságunk a bűncselekmények elkövetőinek azonosításán túl a kölcsönzések tárgyát képező eltulajdonított gépjárműek felkutatására is intézkedéseket tett. A kölcsönzést megvalósító személyeknél
illetve az ügyletekkel kapcsolatba hozott szervező, egyéb segítő személyeknél megtartott házkutatások a gépjármű feltalálásához nem vezettek. Nyomozásunk során azonban adatok merültek fel arra, hogy a kölcsönzött gépjárműek értékesítése előtt vagy után a gépjárműek úgynevezett legalizálására került sor, ami keretében a gépjárműek egyedi azonosító számát, alvásszámát megváltoztatták, egy hasonló gyártmányú, típusú, színű, felszereltségű, külföldön futó gépjármű azonosítóira, majd hamis származási okiratokkal magyar gépjármű nyilvántartásba felvételére, felvetetésére intézkedtek. A nyilvántartások folyamatos ellenőrzésével és több a keresett gyártmányú típusú gépjárműhöz hasonló jármű ellenőrzéséről intézkedtünk. Több gépjármű lefoglalására is sor került, amiknél egyedi azonosító számok megváltoztatására merültek fel adatok az ellenőrzésükkor. Később a lefoglalt gépjárművek vizsgált bűncselekményeink tárgyával való azonosságát az eljárásba bevont igazságügyi jármű azonosító szakértő állapította meg. Megjegyzendő, hogy az ORFK gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése, tulajdonított gépjárművek felkutatására tett intézkedései, eljárásai közös szakmai munka eredményeképpen is jelentős számú gépjármű feltalálására került sor. Magyar rendőrhatóságok intézkedései eredményeképpen az eljárásunkban vizsgált 96 kölcsönügylet tárgyaiból 42 darab gépjármű feltalálására, lefoglalására került sor, majd a szakértői vizsgálatokat követően a külföldi kölcsönző társaságok, mint kársultaknak való visszaszolgáltatására is sor került. A gépjárművek feltalálásával, visszaszolgáltatásával a bűncselekménnyel okozott kárból kb. 300 millió forint értékben volt megállapítható a kármegtérülés. Megjegyzendő, hogy ezen felül további gépjárműveket is azonosított hatóságunk, melyek a vizsgált bűncselekményeink tárgyai lehetnek, ezeknek feltalálásának hiányában körözések elrendeléséről intézkedtünk, ami további kármegtérülési lehetőségeket hagyott hatóságunknak. Ezt támasztja alá azon tény is, hogy még a múlt hét folyamán a nyomozás befejezését követően is került feltalálásra keresett gépjármű, melynek a szakértői vizsgálata még jelenleg zajlik. Az ügyünkben csalás, orgazdaság, közokirathamisítás, bűnpártolás, egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekmények elkövetésére se került megállapításra, illetve összesen 201 bűncselekmény állapított meg hatóságunk. Végül pedig elmondható még az is, hogy hatóságunk egyes kölcsönügyletekben való megállapításaira figyelemmel a már hivatkozott több kölcsönzött gépjármű ismeretlen személy általi eltulajdonítása miatt tett valótlan tartalmú feljelentések ügyében a nyomozások megszüntetését kezdeményezte hatóságunk, amit követően hivatalból az illetékes nyomozó ügyészségeknél hatóság félrevezetése bűncselekmények elkövetése miatt további eljárások megindítására került sor. Ilyen ügyletünk volt összesen 23. Rövid tájékoztatást szeretnék adni a nyomozással kapcsolatosan. Tehát a Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a fokozott ügyészi felügyelet mellett folytatott nyomozás befejezését követően a nyomozás során keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a cselekmények elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező karcagi járási ügyészséghez. Az ügyészségre az iratok 2016. január 28-án érkeztek meg. A büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései szerint az eljárás legrövidebb szakasza az úgynevezett ügyészi szaka, vádemelés szakasza. Az ügyész a nyomozás iratainak a hozzáérkezését követő 30 napon belül dönt a vádemelés kérdésében. Ezt a határidőt az ügyészség vezetője kivételes esetben 30 nappal meghosszabbíthatja. Jelen ügyben a cselekmények, valamint a terheltek nagy számára és a nyomozás iratainak terjedelmére figyelemmel az ügyészség vezetője az ügyfeldolgozás határidejét meghosszabbította. Így módon az érdemi döntés meghozatalára az iratok ügyészségre érkezésétől számított 60 napon belül kerül sor. Ami az eljárás során történt kényszerintézkedéseket illeti,
Az eljárás során összesen 20 gyanúsítottal szemben került sor, személy szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, így előzetes letartóztatás, házi őrizet, illetőleg lakhelyelhagyási tilalom alkalmazására. Jelenleg 3 gyanúsított házi őrizetben, 3 gyanúsított előzetes letartóztatásban van, 1 terhelt pedig lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll. Az ügyészség a túlnyomó részt külföldön kifejtett elkövetési magatartásokra figyelemmel kapcsolatban állt, illetőleg kapcsolatban áll nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében a bűncselekménnyel érintett tagállamok ügyészségeivel. A külföldön folyamatban levő büntető eljárások felajánlása és a gyanúsítottak cselekményeinek Magyarországon egy eljárásban történő elbírálása érdekében. Az ügy tehát jelenleg vádemelési szakaszban van, és a említése került közel 30 ezer oldal terjedelmi nyomozati irat feldolgozása, a nyomozás során beszerzett bizonyítékok értékelése, összegzése történik a karcagi járási ügyészségen, és az érdemi döntés meghozatalára pedig 60 napon belül kerül sor. Köszönöm szépen! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntünk benneteket a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek az a célja, hogy Jászlachun Szolnok megye és Szolnok megye jogú város bemutatkozását részleteiben ismertessük meg veletek, illetve általatok a megye lakosaival, hiszen ebben az évben egy a korábbinál megszokottnál jóval hangsúlyosabb megjelenéssel lesz jelen a március 3 és 6 között zajló budapesti utazás, kiállítás és vásáron. Jászlachun Szolnok megye, az Alföld szíve, ennek részeként pedig Szolnok város. Én tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor elnök urat, a Jászlachun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Szolnok megyei jogú város önkormányzata részéről Fejér Andor alpolgármester úr. Köszöntöm körünkben Debreceni Ildikót, a Tiszatavi Fesztivál Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, fesztiváligazgatót, és nem utolsó sorban Eszeki Gergelyt, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának munkatársát, aki az Észak-Alföldi Régió megjelenését koordinálja az utazás kiállításon, és örülünk, hogy itt van körünkben Berec Zsolt Miklós alelnök úr a Jászlachun Szolnok megyei közgyűlés részéről, illetve Sebestyén Ferenc, az Alföld Szívetérségi Turisztikai Egyesületnek az elnöke. Köszöntjük körünkben Molnár Lajos Milánt is, az Abanovák Agóra ügyvezetőjét, kolléganőjét, Jakus Beátát, és mindenkit, aki itt van a mai napon velünk. Én rögtön át is adnám a szót a megszólalóknak, mégpedig azért, mert 11 óra 40-kor technikai információ élőben jelentkezik be a MTVA, és erről a kis sajtótájékoztatóról összefoglalóan elnök úr fog majd nyilatkozni, és 11.30-ig azt kérték, hogy fejezzük be a mostani sajtótájékoztatót. Ezért elsőként Gergő beszél a régiós megjelenésről általánosságban, utána elnök úr Jászlachun Szolnok megye, alpolgármester úr Szolnokváros vonatkozásában, és Ildikó pedig a természet operatárzával kapcsolatban. Át is adom a szót először Gergő. Nagyon szépen köszönöm, Anita, köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk. Én mindannyiuknak a jelenleginél jóval napsütésesebb tavaszi napokat kívánva üdvözlöm Önöket a Magyar Turizmus Zrt. Vezetésének nevében. Az idei évben 39. alkalommal kerül megrendezésre Budapesten az utazás kiállítás. Ez a hazai utazási kiállítások legnagyobb seregszemléjei már évek óta. Ez nem csak egy egyszerű utazás kiállítás, hanem egy kísérő rendezvény, egy jelentős kísérő rendezvénye a Bringa Expo, a Karaván Szalon és az Afrika Expo. Holnap után nyílik a kiállítás 10 órakor, és 6-án vasárnap este 6 órakor zárja a kapuit. Annyiban rendhagyó az idei kiállítás, hogy az első 2 nap, tehát a csütörtöki és a pénteki nap az egy szakmai nap. Az első nap az külföldi szakmai nap, annak apropóján, hogy Kína és Közép-Kelet-Európa turisztikai kapcsolataiért fejlesztését felelős budapesti székhelyű koordinációs központ pénteken nyitja meg a kapuit, és gyakorlatilag a kínai turisztikai hivatal támogatásával
ő hozza ezt létre, vagy ők hozzák ezt létre, és ez egy igen jelentős mérföldkő a Magyarország, illetve Kína turisztikai kapcsolataiba. A második nap, a pénteki nap lesz a hagyományos és inkább belföldi média számára és szakmai partnerek számára is szóló belföldi szakmai nap, ahol több konferencia és kerekasztal beszélgetés emeli a kiállítás színvonalát. Összesen 28 országból érkeznek kiállítók a budapesti kiállításra, mintegy 350 kiállító jelenlétével. A belföldi díszvendég Budapest lesz, külföldi kulturális díszvendég az olimpia kapcsán Brazília, és a külföldi szakmai díszvendég az pedig Kína fogja betölteni. Érdekességként mondom, hogy 2015-ben a kínai vendégészakák száma Magyarországon mintegy 40%-kal emelkedett, és az abszolút értékben is több százezres, 250 ezer vendégészakát jelent, tehát ebben hatalmas nagy lehetőségek és potenciál rejlik. A Magyar Turizmus ZRT a legnagyobb kiállító ezen a kiállításon, 171 társkiállítót akviráltunk összességében. Az Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság standja egy 6x15 méteres stand, az A pavilonban lesz megtalálható, a színpad mellett 211/B névre hallgatunk. 13 társkiállító jelentkezett az Észak-Alföldi régióból, nem fontossági sorrendben Hajdúszoboszról lesz velünk, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, a Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége, Nyírségutazási Iroda, Szilvaút Egyesület a Felső-Tisza vidékéről, ugyanonnan Vásárosnamény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség, és ezt követően az egyik hosszú oldalon, a 15 méteres oldalon ilyen nem nagyon volt, még egy nagyon széles összefogás eredményben tudjuk felvonultatni Szolnok megye legjelentősebb értékeit. Ott lesznek velünk a kumániások Kisújszállástól, Marfűről, az új nevük, amit még tanulnom kell, a Spa Medical ZRT, de mindenki tudja, hogy a Martfői Termál Hotelről, illetve gyógyfürdőről van szó. Ezen kívül a Jászság is igen jelentősen képviselteti magát, ott lesz velünk Jászberény és Jászapáti. Ők még az állatkertből egy kis attrakciót is hoznak, egy kis állatsimogató jelleggel. Egyébként az Észak-Alföldi stand egy családbarát jellegű stand lesz, amihez nagyon jól illik ez a jászsági bemutatkozás. És szándékosan hagytam, hogy Anitának is könnyebb legyen majd az átvezetés. A Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületet is nagy szeretettel köszöntjük a standunkon, akik egyébként a kiállítóink közül a legjobban élnek azzal a lehetőséggel, hogy az idei esztendő a gasztro élmények évet tematika szerint történik a magyar vagy a hazai, illetve nemzetközi turizmusban. Erre nagyon jól rákapcsolódtak, és az egyesület szorgos munkájának köszönhetően igen nívós és jeles szakmai, illetve nagy közönség programok elé nézhetünk. Én Dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani az utazás kiállításról, és azon belül az Észak-Alföld régió standról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Elnök úr, a szó. Én is szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón, és igazából egy nagy és nagyon fontos turisztikai esemény előtt vagyunk, az utazás kiállítás és vásár előtt, ahol úgy gondolom, hogy méltóképpen be tud mutatkozni Jász-Nagykun Szolnok megye, és ezt a méltóképpen való bemutatkozást a megyét úgy értem természetesen, hogy Szolnok városa is, hiszen Szalai Ferenc polgármester úrral mindig ki szoktuk hangsúlyozni, hogy együtt mozgunk, a megye nem lehet meg Szolnok nélkül, Szolnok pedig a megye nélkül, és ez nem messze leszünk egymástól az utazás kiállításon, bemutatjuk a megye értékeit. Sokszor azt gondoltuk, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye nem egy turisztikai központ, nem egy turisztikai fellegvár. De ahogy az elmúlt éveket láttuk és látjuk, nem csak a magyar, az országos turizmus fejlődik, hanem rohamléptekben Jász-Nagykun Szolnok megye turizmusa. Egyre többen tudnak megélni a turizmusból, egyre több turista jön, egyre jobban felfedezik a megye értékeit. És ezen az utazás kiállításon egy nagyon komoly összefogással, ami azt mondanám, hogy lefedi az egész megyét, de még mindig nem fedi le az egész megyét, mert talán jövőre egy még nagyobb összefogás lesz, de így is egy nagyon komoly összefogással az Alföld Szíve Ízei címmel gasztronómiai bemutatót fog prezentálni Jász-Nagykun Szolnok megye pultjánál a megye, a megyéből jövők, és igazából lehetne azt mondani, hogy a szívhez a gyomor van biológiailag a legközelebb, és a turistát vagy a szemén, vagy a gyomrán keresztül, mint a
jó férfi embert meg lehet fogni, és egy nagyon komoly összefogással pici ízelítőt tudunk adni Jászlaki-Kunszolnok megye gasztronómiai ízeiből. Hiszen a megyének turisztikailag nagyon erős része a Tisza, a Tiszató, a termálfürdők, a különböző kulturális programok, de a gasztronómia is ugyanilyen erős. Csak ízelítőleg, és így nem akarok senkivel gonoszabb lenni, hogy ebéd előtt felsorolom, hogy miket tudunk bemutatni majd az oda látogató vendégeknek. És nem csak a látogatóknak, hanem a szakmai vendégeknek, hiszen a sajtó és a szakmai programok szervezőinek fogjuk bemutatni ezeket a gasztronómiai különlegességeket. És elnézést, már nekem is nagyon nehéz így beszélni, mert itt fel fogom sorolni, hogy miket fognak kóstolni, akik Jászlaki-Kunszolnok megye standjára el fognak járni, és jönni, és azért összefogással, mert a különböző települések, különböző régiók mutatkoznak be. Karcagról természetesen a birkapörkölt, karcagi birkapörkölt, a Ferdinánd, házi szörpök és lekvárok, kecskesajt, méz, Mezőtúr városa is nagyon kitett magáért, édesős sós apró sütemények, túri perec, nérólinzer, hagyományosan készített disznóságuk és savanyúság, tejtermékek, házi sajtok, Szolnok városa, gondolom majd alpolgármester úr is el fogja mondani, habos miniislerek, tiszai sült hal, a szolnoki gulyáspogácsa, és ezt a Gulyás Gasztroturisztikai Egyesület fogja készíteni, két pó felajánlásáról a két pói pálinka, az a pólinka nevezetű szilvapálinka. Nekem néhány évvel ezelőtt volt polgármester akkor, és képviselő úr jó voltából megkóstolni. Ajánlani fogom mindenkinek, aki nem gépkocsit vezet. Lekvár még két póról, Jászberény város felajánlásával jászsági méz, Tiszatavi térség szervezésében pedig Abáczalóki kézműves csokoládé. Tehát aki a Jászlaki-Kunszolnok megyei pulthoz fog jönni, a különböző főfogások mellett, a különböző édességekén, a sósüteményeken keresztül mindent meg fog tudni kóstolni, és azt gondolom, hogy aki ezekkel az ízekkel megismerkedett, ő vágyni fog arra, hogy lássa ezt a vidéket, és több időt is töltsön el benne. Én azt gondolom, hogy méltó bemutatkozása lesz ez Jászlaki-Kunszolnok megyének, és azt gondolom, hogy kicsit különlegesebb is leszünk, mert nem prospektusokat, nem egyéb szállásajánlatokat fogunk felmutatni, hanem az ízeken keresztül a tájat, az itt élő népe, itt élő embereknek, és az itt vendégeket váró szolgáltatóknak az ízeit, a hangulatát fogjuk bemutatni. Röviden ennyi. Köszönjük szépen, és annyit még hadd tegyek már hozzá, hogy itt az asztalon található ezzel kapcsolatban egy meghívó sajtó munkatársait is várjuk szeretettel, hiszen ez március 4-én pénteken 11 és 15 óra között lesz ez a rendezvény, és át is adnám a szót a polgármester úrnak. Köszönöm szépen, nagy tiszteletek, köszöntök mindenkit, és nagyon örülök ennek a mai lehetőségnek, meg egyáltalán annak a lehetőségnek, hogy egyre mélyebben találkozunk annak az összefogási igénynek, amely meggyőződésem szerint leginkább a térségben, a megyében élő embereknek az érdekeit, egyúttal a turizmus fejlődésének az érdekeit szolgálja. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Nagyon-nagyon régen beszélünk arról, hogy önállóan senki nem tud fejlődni, senki nem tud erősödni, viszont az összefogásban nagyon nagy érték van. Szolnok megyei jogváros önkormányzata ebben az évben az összefogás érdekeit szolgálva is, ugyanakkor a megjelenő turisztikai adottságokat is szolgálva két fronton vesz részt az utazáskiállításon. Egyrészt önálló standdal jelenik meg, amely a város zászlóshajó projektjének a népszerűsítését hivatott minél magasabb szintre emelni, és a Turinform iroda a Zabanovák Kulturális és Művelődési Központ részvételével, illetve aktív közreműködésével egy olyan installációt fogunk fölvonultatni önálló standon, amely reményem szerint nagyon sok látogatót meg fog szólítani, nagyon sok látogatót meg fog érinteni, és arra fogja biztatni őket, hogy amint megnyílik a reptár, mint
legnagyobb turisztikai attrakció a térségünkben, kíváncsiak legyenek rá, és látogatóként megjelenjenek. Ez az attrakció pillanatnyilag városunknak az a legnagyobb turisztikai beruházása, amely reményem szerint azt a tendenciát, amelyet elnök úr is említett, hogy folyamatosan növekszik a vendégforgalom, növekednek a vendégészakák a térségünkben, ez így igaz Szolnok városára is, az elmúlt két esztendőben, 2014-ben és 2015-ben is 10%-ot meghaladóan növekedett a vendégészakáknak a száma, és ezt a tendenciát szeretnénk erősíteni azokkal a beruházásokkal, amelyek az elkövetkezendő években megvalósulnak majd a városban, és a turizmus szolgálatába kívánjuk ezeket a beruházásokat állítani. Itt elég, hogyha megemlítjük a fürdőfejlesztést, a tiszai kikötőnek a fejlesztését, vagy akár a művésztelepnek a fejlesztését, amely mind-mind önállóan is, de egyességbe állítva nagyon komoly turisztikai kínálatot biztosítanak a város felől érdeklődőknek. Ugyanakkor az elején beszéltem az összefogásnak a fontosságáról is, és nagyon örömteli számomra, hogy az intenzív és picit néha erőszakosnak tűnő, de nagyon hatékony magatartás, amelyet az Alföldszíve Turisztikai Egyesület tanúsított az elmúlt években, kellőképpen szolgálta azt a törekvést, amely a turizmus fejlesztésének az érdekeit szolgálja, és ebbe a kezdeményezésbe aktív szerepet vállalva, a gasztro élményeknek a szolgálatát is szem előtt tartva, mint említésre került szolnoki islerrel, halételekkel, illetve a gulyás pogácsával jelenik meg a turisztikai kiállításon Szolnok megyei jogú város. Tesszük mindazt azért, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok az adottságok, amelyek a városunkat jellemzik, például a szolnoki habos isler, amely egy önálló desszert, és ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a térségünkben, nem csak az országban, hanem az ország határain túlmutatóan is egyre nagyobb ismerettségnek őrül. Ugyanakkor meg azt szeretnénk elérni, hogy a hadlételek, illetve a hal ételek köré szerveződő rendezvények egyre markánsabban, egyre hangsúlyosabban megjelenjenek a város életében, és ezt kifele is egy, mint remélem, hogy sokan fogják tapasztalni, erősödő marketing, mondhatnám egy picit talán helyenként agresszívnek tűnő marketing formájában is megkívánjuk jeleníteni, illetve a gulyás, mint alföldi étel már 18 éve nagyon komoly rendezvényt épített ki magának. A kezdeti 1-200 bogrács, ból kiindulva, ma már eljutottunk oda, hogy több tízezres látogatottsággal rendelkezik. Ezek azok a főbb támpontok, amelyek a gasztronómiai élmények köré helyezhetőek. Ezzel tudunk mi részt venni az utazáskiállításon, ezzel szeretnénk az Alföldszíve valamennyi támogatóját, valamennyi partnerét erősíteni. Ezáltal azt is tudjuk, hogy saját magunkat is erősítjük. Körülbelül ennyivel szeretném összefoglalni. Köszönöm szépen a polgármester úrnak is, hogy a Alföldszíve ízei gasztrorendezvénye egy időben a standnak a koordinátora, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatósága felajánlotta azt a lehetőséget, hogy a standtól közvetlen rálátással bíró nagyszínpadon, központi nagyszínpadon egy kiegészítő programmal gazdagítsuk a turisztikai kínálatot, és erre felkapaszkodva, ezt meglovagolva, a Természet Operaháza projekt fog bemutatkozni március 4-én 12 és 12.30 között a nagyszínpadon, melynek részleteinek ismertetése céljából felkérem Debrecen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szeretném megköszönni, hogy ezt a lehetőséget itt megkaphattuk, hogy ezen a helyszínen legyen ez a sajtótájékoztató. És főleg ezt a 20-30 percet, amit az utazás kiállításon miatt megjelenhetünk, részt vehetünk. Háromnapossá bővült a fesztiválunk. Az idén 2016. július 15-16-17-én a Tiszatónál a Természet Operaháza három napon keresztül be fog mutatkozni. Ennek a promotálására egy fél órát az utazás kiállításon, tehát ott jelen lehetünk.
Nagy megtiszteltetés, hogy Áder János köztársasági elnök úr elvállalta a fővédnökségünket, illetve Fazekas Sándor miniszter úr a védnökünk, és Ókovács Szilveszter 3 napra házigazdája lesz a rendezvényünknek. Az utazás kiállításon Ókovács Szilveszter főigazgató úr ismertetni fogja a 3 napos rendezvényünket, illetve Lőrinc Judit és táncosokkal megspékelve egy kicsi, könnyed műsort fognak látni a kedves odalátogatók. Bízunk benne, hogy föl tudjuk kelteni az érdeklődést Kelet-Magyarország, Tiszató és Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai fejlődéséhez. Még ha mi is hozzá tudunk járulni, akkor én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mi is magunkra. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! Lukács László György, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz. Konzílium az ön helyzetéről címmel. Lukács László György képviselő urat illeti a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr! Ön a tegnapi évértékelőjében azt mondta, hogy a vidéki kórházakban 21. századi körülmények uralkodnak, 21. századi körülmények vannak, így hát úgy is értelmezhetjük, hogy a magyar egészségügy jó részében ön szerint 21. századi körülmények között dolgoznak. Kétségtelen tény, hogy a vidéki kórházak egy része kívülről jól néz ki, viszont az is kétségtelen tény, hogy belülről ezek a kórházak nemhogy a 21. századot, de sokszor a 20. századot is úgy tükrözik, hogy annak az 50-es, 60-as évei uralkodnak. Soha ilyen kevés dolgozó nem volt még a magyar egészségügyben. Soha nem voltak ennyire elmaradottak és alacsonyak a bérek, nemhogy 21. századi béreket kapnak a szakdolgozók, hanem a 20. század végének béreit is alig éri el, és lehetőségképpen még fel se zárkózott ahhoz a nemzetközi átlaghoz, de a környező országbeli átlaghoz sem, amelyet szeretnénk nekik adni. Arról is sem lehet már 21. századi keretek között beszélni, hogy Magyarországon a kórházakban, fertőzésben többen halnak meg, mint a közutakon balesetben, de az is arcpirító, hogy nem 21. századi az ország ráfordítása az egészségügyre. Ön az egészségügynek az igazi vezére lehetne, egy igazi kormányzóra, kormányosra van szüksége az egészségügynek, hogy kivezesse a jelenlegi csapdahelyzetből, ahol jelenleg is tart. De úgy tűnik, hogy ön nem kormányosa az egészségügy viharában az egészségügy tutajának, hanem inkább egy tanácstalan kormányosa, egy céltalan bolyongó. De most önnek kell válaszolni azokra a kérdésekre, amelyekre a Jobbik valódi nemzeti konzultációjában válaszolni fognak a háztartások is. Például arra, hogy valóban úgy gondolja, hogy 21. századi körülmények vannak az egészségügyben? Mikor emelik miniszterelnök úr a szakdolgozók 20. században ragadt bérét? Valóban nem csak a béremelésre vonatkozó követelések az igazak, hanem a fertőzésekre vonatkozók is. Mikor lesznek összességében végre valóban 21. századi körülmények a magyar egészségügyben? Miniszterelnök úr, erre várom bőséges és mellébeszélésmentes válaszát. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Tisztelt képviselőtársam, röviden hadd mondjam el, hogy mi az, amit eddig meg tudtunk tenni. Az egészségügyi alapellátásra 2010-hez képest 40%-kal több pénzt biztosítunk. Lehet azt mondani, hogy ez kevés, de azt gondolom, hogy kevés olyan 5 évet fog találni, amikor ez bekövetkezett. A váró listákat felére csökkentettük. Több mint 500 milliárd forintot fordítottunk kórházaink fejlesztésére. Kevés olyan intézmény található az országban, ahol ne lett volna, vagy ne zajlana jelenleg is valamilyen fejlesztés. A közelmúltban 300 kórház és rendelő intézet újult meg uniós és hazai forrásokból. És valóban a vidéki kórházak jelentős többségében már 21. századi körülmények fogadják a betegeket. Ugyanakkor Budapesten baj van. A kormány fontos feladatának tekinti, hogy Budapesten is jelentősen javuljon az ellátás színvonala. Éppen ezért a jövőben felépül egy új nagy egészségügyi központként működő budapesti kórház. Az új kórház mellett további budapesti kórházfejlesztésekre is sor kerül. A fővárosban 3-4 helyen lesz
modern sürgősségi centrum. Ennyit tudtunk tenni a mögöttünk hagyott években. Köszönöm a figyelmét. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszol, megadom a szót a képviselő úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr. Én azon gondoltam, hogy mindenképpen szükséges lesz egy konzíliumra önnel kapcsolatban, mert úgy tűnik az elmondottak alapján ön vagy nem látja, vagy nem hallja, vagy nem érti magát a problémát. De semmi gond, ön is részt vehet a Jobbik valódi nemzeti konzultációjában, és majd olvashatja azokat a kérdéseket, amelyeket a lakosság vélemény alapján fogunk feltenni és eljutatni a háztartásoknak, amelyben a lakosság meg fogja jelölni önnek, hogy ők szívesebben látnának az egészségügyben több forrást, és nem például az önök médiabirodalom építésében, szívesebben látnának az egészségügyben forrást, és nem például az ön hobbiához köthető stadionépítésekben, és szívesebben látnának az egészségügyi szakdolgozóknál béremelést, mint egyes juttatott forrásoknak, MNB elnökökhöz, illetve egyéb önökhöz közeli embereknél. Tisztelt miniszterelnök úr, én úgy gondolom, hogy a konzílium nem volt sikeres, a diagnózis mégiscsak az, hogy ön valószínűleg nem is hallja, nem is látja, de úgy tűnik nem is érti ezt a problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm. A viszont válasz megilleti a miniszterelnök urat. Amilyen az adjon Isten, legyen olyan a fogadj Isten. Tisztelt képviselőtársam, az ön vállalkozása üzletszerűen szállít külföldre orvosokat. Miközben bennünket azzal támad, hogy kevés az orvos, ön személyében a Jobbik egy olyan emberre bízta az egészségügy politikáját, aki nem azért dolgozik, hogy itthon jobb legyen, hanem hogy kiszállítsa az orvosokat külföldre. Beszéljünk egyenesen, ön azért kap pénzt, abból tesz zsebre nyereséget, hogy kiviszi a magyar orvosokat külföldre. Én nem vonom kétségbe ennek a jogszerűségét, de miután ön személyesen, anyagilag abban érdekelt, hogy az orvosok elhagyják Magyarországot, a Jobbik magyar egészségügyi programjavaslatait szemforgatásnak és őszintétlennek kell tekintenünk. Köszönöm a figyelmét! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, most Háttér című műsorunk következik, amelyben bemutatunk önöknek egy tehetséges karcagi fiatalt, Csízi Attilát. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Csízi Attila, szeretettel köszöntelek stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én köszönöm, és köszöntöm a kedves nézőket. Attila, azért hívtunk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert az első kiállításodra készülsz itt Karcagon. Mit lehet tudni erről a kiállításról? Mikor lesz, hol lesz, milyen témában, és hogyan kaptad a felkérést? Március 11-én lesz pontosan, 5 és 6 óra tájékán a Karcagi Ifjúsági Házban. Hát egyik kedves ismerősömtől kaptam a felkérést, hogy ő ezt elvállalna, ezt az egészet, és hogy közös erővel csináljunk egy kiállítást a munkáimról, és elsősorban digitális munkák lesznek, amiket az iskolában csinálok, és manuálisak is, amiket így szabad időmben csinálok. Szóval az egész igazából vegyes lesz. Főiskolás vagy, azt ugye lehet tudni rólad. Néhány mondatban mutatkozz be nekünk. Hány éves vagy, hol végezted a tanulmányaidat, és most hol tanulsz? Még a Móri Zsigmond gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, és ott érettségiztem, és érettségi után megcéloztam az Eszterházy Károly főiskolának a művészeti tanszékét. Egerben? Egerben, ahova fel is vettek, és most vagyok másodéves hallgató, elektrográfia, tervező grafika szakon. Miért ezt választottad, ezt az iskolát? Mi vezérelt, hogy ide menjél? Nagyon sok ismerősöm eleve oda járt, mert és ahogy néztem az ottani munkákat, így teljesen lenyűgözött a tanszéknek, így az arculata, és az a közeg, amit így bemutattak a barátaim, így teljesen megfogott, és így oda vágyultam mindenképp. Mit tanultok ott egészen pontosan, hogyha így be tudnád nekünk mutatni? Vannak szakirányok, animátor, webdesign,
és a harmadik a tervezőgrafika, az az elektrográfia szakirány, amelyiken én vagyok. Ez leginkább arculatokkal foglalkozik, logókkal, kiadványokkal, plakátokkal, poszterekkel és mindenféle ilyen média design tervel. Mi leszel, ha nagy leszel? Jó kérdés. Hát igen, valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, tehát mindenképp tervezéssel, és igen, ezt szeretném továbbvinni, másoknak alkotni, tervezni. Szerintem ez a legjobb dolog, mert ez az embernek a hobbija is, és ez a szakmája is. Menjünk vissza egy picit még az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaidhoz. Mikor kezdtél el a képzőművészetek iránt érdeklődni? Mi az, ami ezt az indítatást adta neked? Már kiskoromban nagyon sok művész inspirált, köztük a Salvador Dali, Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch, és körülbelül hát nem régiben kezdtem rajzolni. Ez mit jelent, hogy már kiskoromban? Azért... Kiskoromban igazából ők csak inspiráltak, csak rajongtam értük, de még nem rajzoltam. Kiskoromban? Hát 12 éves, 13 éves koromban, tehát ilyen nagyon fiatal tínédzser koromban. Akkor még azért általában az embert nem nagyon szokták ilyen szinten érdekelni a művészetek. Szerinted ez nálad miért alakult így ki? Eleve a családom nagyon rajong ezeket a művészekért, és ők meséltek nekem róluk. Sőt, volt szerencsém a Dalinak egyik kiállításához Barcelonában, és így teljesen lenyűgözött és megfogott. És igazából szerintem innen ered. De emellett 2-3 éve kezdtem el igazából így rajzolni magamtól, szóval előtte nem nagyon alkottam. Hogyha jól tudom, akkor jártál rajztanárhoz, és ugye, hogy a képességeidet tovább fejleszd. Ezt hogyan látod, mennyiben befolyásolta a munkáidat az, hogy valaki foglalkozott veled? Hát nagyon jót tett, hogy volt egy mester, akire számíthattam, és akitől kaptam építőkritikát, és mindenben segített. Megmondta, hogy mit, hogyan változtassak, hogy korrigáljak. Tehát ez nagyon jót tett, mert nem volt hozzá ugye szakmai szemem is. Valakinek meg kellett tanítani, hogy meglegyen. De szerinted kell az, hogy akiben mondjuk van egy ilyen tehetség, mint benned is, hogy valaki vezesse úgymond a kezét? Szükség van erre? Persze, igen. Tehát lehet fejleszteni még azt, ami valakivel vele születik? Attól, hogy valaki tehetséggel születik, sajnos azért még kell tanulnia, hiszen így az alapokat mindenkinek meg kell tanulni. Az, hogy van tehetsége, az már csak mellékes, hogy tudja csinálni, és hogy vannak képességei ehhez, de emellett tényleg meg kell tanulni, hogy mit, hogyan, és mire figyeljen, hogy egy képet jól meg tudjon komponálni, mert hiába van hozzá tehetsége, ha képben mégis ilyen nagy hibákat elkövet. Szerinted te mennyit fejlődtél? Hogyan ítéled meg az alatt, az időintervallum alatt, foglalkoztak veled? Akkoriban nagyon igyekeztem ráhúzni, hogy felvegyenek, de szerintem mégis a legtöbbet a tanszéken fejlődtem, hiszen a tanárok nagyon sok inspirációt adtak, nyújtottak, és mind a diákoktól nagyon sok mindent láttam, szóval leginkább a tanszéken fejlődtem nagyon-nagyon sokat, de mégis azért van hova még fejlődnöm, úgy érzem, még mindig nem vagyok elégedett a munkáimmal, és még szeretnék jócskán. Hogyha mondjuk valaki érettség után szeretne oda menni tovább tanulni, ahol te tanulsz tovább, akkor így mutasd már be nekünk egy picit, például felvételi. Miből állt a felvételi? Mit kellett ott csinálnotok? Felvételi az úgy zajlott, hogy első körben van a mappázás, amikor bárki beadhatja a mappáját, ha rajzos, ha nem, és
ott egy, tehát ez egy válogatott mappa a legjobb munkákból, és ott meg vannak adva különböző szempontok, hogy mik legyenek benne tanulmányok, kreatív rajzok, lehet vegyes is, esetleg digitális, igazából szakfüggő is, hogy mire pályáz. És ha ez megvan, akkor van még egy forduló, az pedig a felvételi, ahol már élesben kell rajzolni, és az általában egész napos, ami egy elbeszélgetéssel zárul a tanárokkal, hogy miért jelentkezett oda, miért ezt az iskolát választotta, hogy rajzol, mi a stílusa, szabad idejében milyen foglalkozik, milyen művészek inspirálták, milyen technikával dolgozik. Tehát általában ez így zajlik évek óta. Te mit mondtál ott, hogy rajzolsz, milyen stílusban? Hát, jól emlékszem, igen, azt mondtam, hogy Dark Artban dolgozok, tehát ilyen sötét stílusban, mitológiai lényekkel, sokszor absztrahált motívumokkal. Akkoriban ezt fogott meg ez a stílus, tehát így szinte mindent fekete-fehérben rajzolt, ami így kidolgozottabban, és ezt mondtam nekik. És mit kellett ott rajzolnotok? Mondtad, hogy egy egész napos rajzolás volt. Ezt, aki mondjuk oda szeretne menni tovább tanulni, hogy képzelje el, modellt rajzoltatok, kocka volt kirakva, gyümölcstárt. Igen, jól mondott, tehát modell volt, persze ruhás modell volt, nekünk már pucér modellek vannak az anatómia miatt, de ott csak ruhás van. Tehát első körben ruhás modell, erre van általában, ha jól emlékszem, 4 óra, 2 modellre, egy teljes alakos, és egy portrét kellett még készíteni. Második körben volt kreatív, ott az volt, hogy kaptunk egy novellát, el kellett olvasni, volt rá ilyen fél óra, 1 óra, és ahhoz kellett egy plakátot tervezni. Hát nem kellett meglévő betűtípussal, hanem szabad kézivel is ezt így elrendezni, amilyen stílusban szerette volna az ember. Meg voltak még kisebb feladatok, tehát piktogramot kellett tervezni ablakról, egy logót kellett tervezni egy étteremnek, és azt hiszem ennyi. Ja, és még valamit kihagytam, az elején volt egy műveltségi teszt, amiben hát ilyen általános kérdések voltak, hogy ki tervezte a parlamentet, stb. Így az iskola nevéről. Tehát egy picit azért jártasnak kellett lenni a műveltség területén is. Hogyan ítéled meg, nehéz volt ez a felvételi akkor? Hát igazából kinek mi a nehéz? Saját magamból kiindulva nekem a modell rész volt nagyon nehéz, hiszen előtte nem nagyon rajzoltam modelleket, illetve nagyon-nagyon keveset, inkább a kreatív rész volt élvezetes, hiszen ugye azt mindig leültem és rajzoltam, mert az tényleg jól esett. Jó azért modellt is, de azért az nehezebb volt. Tehát szóval a modell rész volt, amivel így küszködtem, de aztán sikerült úgy, ahogy... Tehát aki oda szeretne menni, az egy picit szedje össze magát és gyakoroljon akár már mostantól elkezdve. Ha visszaemlékszem, mi volt az első, amit rajzoltál? Mi volt az első rajzod? Jó kérdés. Ahogy jól emlékszem... Egy kos koponya volt, mert akkoriban is nagyon szerettem a koponyákat, és édesapám is foglalkozik velük, ő is rajzolja, gyűjti őket, és ehhez kaptam ihletet, hogy lemásolok már egy koponyát, hiszen ez is anatómia, tanulmány, de mégis jól esik rajzolni, és ez volt, egy kos koponya volt. Ceruzával mivel kezdted? Igen, ceruzával, vegyes technikával, hát ceruzával megrajzoltam, aztán a kontúrvonalait, meg a szarvát tűfélccel átdolgoztam, átrajzoltam, és így lett kész. És aztán kaptam inspirációt, ihletet, hogy elkezdjek követni
külföldi művészeket, akiktől nyerhettem inspirációt, motivációt, hogy talán sok munka árán ezt én is képes vagyok megcsinálni, csak idő kell hozzá, türelem, kitartás, meg némi kreativitás, meg egyfajta nézet, amit így megfogalmazok magamban, és egy képben átgondolom, és így aztán megvalósítom. A technika az már csak gyakorlat kérdése. Az előbb említetted, hogy édesapád is foglalkozik grafikával, a te édesapád Csízi Sándor, ugye ő neki évtizedek óta vannak kiállításai, akár itt Karcagon is. Ti megszoktátok-e beszélni egymás munkáit, kielemzitek, átbeszélitek, mit hogyan lehetne jobban, ő ad-e neked tanácsokat, te adsz-e neki tanácsokat? Hú, hát igazából, hogy őszinte legyek, nem nagyon. De hát általában az szokott lenni, hogy így megnézés, akkor már megint azt rajzolsz, meg én is azt szoktam neki mondani, hogy már megint ezt rajzolsz. Hát szerintem édesapámmal külön világ vagyunk így rajzilag, és szerintem ez jó, hogy ne, én sem ugyanolyanokat rajzolok, mint ő. De általában azért meg szoktuk beszélni. Csak így sokszor ránézi így a munkáimra, és így azt se tudja, hogy ez hogy jött nekem, meg mi, úristen, milyen borult dolgot rajzolt már megint a fiatalember, de azért mondja, hogy jó, jó. Milyen technikákat alkalmazol? Miket lehet egyáltalán alkalmazni, mondjuk a manuális technikában? Manuális technikában, hát többfélét, ecsetelt, túst, grafitszerű szívesen. Legszívesebben túst és tűfélzen, mert nagyon szeretek belemenni a részletekbe, és kidolgozni. Hát nem is színekkel, meg foltokkal dolgozok, mint a festők, hanem így tényleg a részletekkel is általában lájnától, tehát vonaltúnusokkal, tehát vonalkidolgozással, és ehhez jön a dotwork, a másik nevén a pointillizmus, tehát a tónusokat pontok sűrűségével építem fel, és ezáltal így jön létre így a térhatás. Honnan jönnek a témák? Honnan merítkezel? Hát a témák általában megfogalmazok magamban egy képet, egy érzést, és ezáltal ezt felépítem szimbólumokkal, és ezek általában különböző kultuszállatok, mitológiai lények, esetleg kisebb szimbólumokkal kiegészítem, és általában így. De mikor mit? Nem szeretem mindig ugyanazt csinálni, szóval így mindig máshogy fogalmazom meg. Én láttam már jó néhány rajzodat, képedet, festményedet, nem is tudom igazából, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Én azt szoktam mondani, hogy elég elvontak. Például van egy kedvencem, amin egy fehér nyúl van, vagy egy szürke nyúl, és pipázik. Tehát ez a kettő olyan nem hoznám én össze egy rajzon, mondjuk én nem tudok rajzolni, de ez a kettő dolog például hogy jön össze? Nekem a nyúl, tehát azt hozzá kell tennem, hogy a pipából pipacsok nőnek ki, virágok, és nekem ez onnan jött, hogy a megújulás, az újjászületés, tehát a nyúl eleve egy higgadt állat, és a virágok, az pedig onnan jött, hogy így tehát újjászületés, mint amikor tavasszal kinőnek a virágok. És igazából ez innen jött. De ennek olyan mélyebb tartalma igazából így nem is szántam neki, csak úgy jött magától így az egész. Nappal vagy éjszaka dolgozol inkább szívesen, mikor alkotsz? Éjszaka. De ezt nem is tudom miért, mert így éjszaka jobban rá tudok feküdni, és így teljesen el tudok mélyülni. Lehet azért, mert a napközben általában így muszáj csinálnom valamit, vagy suliba mennem, akad dolgom is, de az éjszaka meg teljesen ott van, és így ki lehet használni az egészet. Információim szerint már voltak kiállításaid. Hol voltak ezek, hogy sikerültek, milyen hatások értek ez alatt?
saját kiállításom még nem volt, általában közös kiállításaim voltak. Legutóbbi volt Egerben, az Illuminisztrátor kiállítás. Ez arról szólt, hogy volt egy tantárgyunk a suliban, és arra szabadon választott illusztrációkat kellett csinálni, mint például a nyuszi, amiről az előbb beszéltünk, és erről csináltunk egy kiállítást Egerben, a főutcában. A másik kiállításom az még a Kisújszálláson volt. Hát ott manuális rajzok voltak. Amit az előbb itt mondtam, ott pedig digitálisok. És akkor most ugye készülsz a karcagi kiállításra? Igen, ott már vegyesen lesz minden munka. Digitálisan miket szoktatok készíteni? Digitálisan legtöbbször plakátokat, posztereket, de én digitálisan is szeretek illusztrációs, illusztratív dolgokat csinálni. Volt egy pályázat, amin részt vettél. Erre mi büszkék vagyunk, te nem nagyon szoktál ezzel kérkedni, mesélj nekünk erről, hogy mi volt ez. Ez egy mexikói pályázat volt, minden évben meghirdetik a Def Video Smiley címmel, és hát bejutottam a 100 vagy 200, nem is tudom, válogatott emberek közé. Hányból? 20-40 ezer ember körül. Hát ez ilyen világhírű pályázat, tehát így az világ minden pontjáról vannak résztvevői, nevezői. Hát gratulálunk, mert azért ez ám nem semmi. Tervezel-e még esetleg ilyen pályázatokon részt venni? A következő egy székely pályázat lesz, Székely Biennálé, és most arra tervezek alkotni, de persze a pályázatok mindig vannak, mindig sorozatban jönnek, és tehát ez ilyen folyamatos dolog. Mik a távlati céljaid? Céljaim befejezni a sulit, ugyanis jövőre diplomázok, aztán pedig megpróbálni a mesterképzést a Mohai Nagyiparművészeti Egyetemen, tervezőgrafika szakon, vagy itt Egerben, a tanszéken a mesterképzést. És utána, hogyha mondjuk azt kérdezem tőled, hogy egy olyan 6-8 év múlva látod magad, akkor mivel fogsz foglalkozni? Hát remélem ezzel, ha minden jól megy, de meg akarok tanulni még tetoválni is, és igazából ezt a két ágat tovább folytatni. Mindig is érdekelt, hogy maradandót alkotni az emberek bőrére, és hogy ezeket a munkákat így megvalósítani, és így átvinni teljesen más új világba. Akkor még egyszer mondjuk el, Attila, hogy mikor lesz itt Karcagon a kiállítás? Március 11. Kiket vársz és hova? Mindenkit várok sok szeretettel a Karcagi Ifjúsági Házban. 5 órakor, délután 5 órakor. Igen, igen. Kiállításod. Ott leszünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és további sok sikert. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, hívjanak bennünket és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.